A Lehár Ferenc Polgári Társulás már harmadik éve szervezi jobbnál jobb kulturális eseményeit. Január 17-én szombaton a Tiszti Pavilon dísztermében rendezték meg a Lehár Bál harmadik évfolyamát, mely iránt nagy volt az érdeklődés. 150-en báloztak, közülük többen határainkon kívül érkeztek. Idén Lehár Ferenc operettjék közül a Mosoly országa elevenedett meg kínai táncokat előadó művészek előadásában, de láthattuk-hallhattuk Szeredi Krisztina énekművészt, Vadkerti Imrét és a dél-komáromi Kulcsár István szakközépiskola tanulóinak nyitó táncát is. Zenélt a közkedvelt Interoperett és Alfa zenekar, és énekelt közönségének Csémi Emmi és Ocskó Aladár is.